A műsorvezetőt öltöztette a Silka Fashion. Nálunk az elegancia evidencia. www.silkafashion.com. Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Két vendégem van, két történész, akik hát azért publikálnak is, írnak is, tehát egy kicsit az újságírás, sőt a Marian az nagyon is ismeri az újságírást. Szeretettel köszöntöm Gábriel Tibort, és még nagyobb szeretettel köszöntöm Szőlősi Mariant, aki úgy írod a neved ugye, hogy Marian ne, én azonban azt mondom, hogy Marian igen, úgyhogy... Tehát, mert tényleg egy nagyon kedves, aranyos, és hogyha nem baj, akkor elárulom, hogy ugye kollégina is vagy, hiszen nagyon sok televíziós műsort készítettél. Megmondom őszintén, hogy én nagy élvezettel néztem, mert ugye ennek a többsége Újpestről szól, és azért némi kötődésünk van mind a hármunknak Újpesthez, úgyhogy amiért most összejöttünk, számomra az az apropó, hogy mennyire tartjuk érdekesnek, szeretetre méltónak, és mennyire ismerjük az otthonunkat, a környezetünket. Én azokat a fogalmakat, tevékenységeket, amikről a honismeret meg a helytörténet szól. Lelkemre kötötted, hogy ezt a bizonyos honismeret és helytörténet fogalmakat, ezeket tisztázzuk az elején, bár azt mondtad, hogy te magad sem tudod igazából nagyon pontosan tisztázni, úgyhogy most akkor rajtad a sor. Remélem, hogy a nézők ezt megbocsátják, hogy egy ilyen pici tudományos futam is előfordul most a műsorban. A budapesti honismereti társaság részéről sokszor adódik olyan alkalom, hogy be kell szerezni valamit a társaságnak egy számla ellenébe. Előfordult egy nagyon érdekes eset, amikor le kellett diktálnom a társaság nevét, és nem értették. Mondom, budapesti honismereti társaság. Visszaszól a hölgy, budapesti honismereti társaság? Mondom, nem, asszonyom, nem hun, hon. Hon, mint haza. Ez érdekes szituáció, mert ezt a szót már ritkán használjuk. Épp most volt a országos szinten működő honismereti szövetségnek a közgyűlése, onnan jöttem ide, és ott debreceni Droppán Bélával, a honismereti szövetség elnökével beszélgettem néhány konferenciánkkal kapcsolatban, és akkor felmerült pont ez a kérdés, hogy ő vajon hogyan definiálná a honismeret és a helytörténet különbözőségét. Nagyon röviden úgy lehet összefoglalni, ő ugyan hosszabban mondta, hogy a helytörténet a helyi, lokális, történeti múlthoz kapcsolódik, és annak minden értékéhez. A honismeret az pedig egy szélesebb perspektívájú dolog, egy Kárpát-medencei szintű, ugye a Magyar Királyság is majdnem 1000 éven keresztül fennállt, majdnem mondjuk. A honismeret is legalább ilyen széles spektrumot ölel fenn időben és területben, és nem csak a különböző régiók, települések helytörténetével foglalkozik, hanem ide tartozik még a természeti értékek sokassága is. Onnan indulunk ki, hogy ti történészek vagytok, és hogy ugye úgy folytatom, hogy hát nekem ugye a honismeret, tehát az ismeret szó az ugye azt feltételezi, hogy mindenfélét tudok a honról, tehát nem csak a történetét, hanem ilyen sok-sok érdekességet, egyebeket, amik szintén kötnek ehhez. Ezt vajon szeretett, tisztelt kolléginám, hogy látja, mert ugye, bár ugye történész vagy eredetileg, és hát ugye nem is merem mondani, hogy ugye én meg jogász, és hát ilyen szörnyű ellentétek voltak az egyetemen a jogi kar diákjai és a bölcsészkar diákjai között, de hát a múlt ugye megszépíti az ilyenfajta ellentéteket. Szóval ez a helytörténet és ez a bizonyos honismeret. Egy kerületből nézve a Budapest is lehet a hazánk, mert végül is én, mint az Újpesti Városvédő Egyesület elnöke is egyben, ezt most csak azért mondom, hogy igazándiból a lokális szempontból nekem az a hazám Újpest. Én 2 éves korom óta ott élek, engem sok minden miatt megragadott az az újpestiség, amit mi úgy hívunk, de igazándiból mégiscsak a főváros része, tehát innentől kezdve az ember egy csomó minden szempontból viszont kötődik a főváros történetéhez is. Lehet az akár egy, mondjuk itt szemben van velem a Lánchíd, ami nagyon szép és nagyon szeretem, vagy a vár, hát nyilván az ember valamit tudni szeretne róla, és nem baj, hogyha ezt minél többen tudják, vagy ezt ápolni is kell adott esetben, vagy hogyha ezzel valami olyan probléma van, amit egy civil
társaság munkájában felmerülhet, akkor ezt képviselni kell, ezt esetleg tovább kell vinni, ugyanúgy, attól függetlenül, hogy az ember Újpestet szereti jobban, vagy a fővárost szereti jobban. Ez egy nagy dilemma. És akkor még, hogyha tovább megyünk, akkor ezt még sokkal tágabban is lehet értelmezni, tehát, hogy a lakóhelyünk is a honunk, és akkor tulajdonképpen a határokig elmegyünk. Ki melyik határig megy el itt, ahogy itt Tibor mondta, ő még messzibb határokig megy el, mint amik most a határok, tehát az is a honunk. Na jó, ezt úgy nagyjából remélem, hogy a kedves nézők, akik mostanáig ébren vannak, és akik mostanáig túlestek, akkor most már csak csupa könnyű témával fogunk foglalkozni. Ez az Újpest, ez ilyen ipari dolognak számít, szóval úgy azt hiszik, hogy ottan füst hátán, gyárt hátán, kosz hátán, bár ugye hát a rendszerváltás után azért jelentősen csökkent a gyáraknak a száma. Azt, hogy Újpest az egy kulturális helyszín is, hogy Újpestnek kik a büszkeségei, ezt nem nagyon tudjuk. Ritkán is beszélünk róluk. Igazándiból azért mégiscsak kell valami komolyságot vinni a dologba, mert attól, hogy Újpest ipari város vagy külváros lett, ugye 1950-ben, amikor a fővároshoz csatolták, mint az összes többi külső kerületet, ezt tudjuk, Akkor Újpest már Magyarország negyedik ipari városa volt. Tényleg úgy volt, hogy hegyén hátán álltak benne a gyárak. Ez nem véletlen, ugyanis Károly István, az a bizonyos Fóti gróf, akinek a birtokához tartozott ez a terület, ő telepítette be ide az iparosokat és a kereskedőket szánt szándékkal. 1840-ben fogalmazott egy olyan örök szerződés, tulajdonképpen egy hosszú távú birtokba vételre, amely megfogalmazta azt, hogy bárki letelepedhet bármilyen vallásra, felekezetre, származásra való tekintet nélkül, aki bocsánat, ott... ingyentelek volt egyébként? Nem. Ez tulajdonképpen egy hosszú távú örök haszonbérlet volt, valamiféle éves adózással kellett ezeket megváltani, 300 négyszögöles telkek voltak az alapok, onnan csak nagyobbakat lehetett birtokba bérelni, illetve hát aztán természetesen átment a tulajdonába az illető bérlőnek, de csak ipart és kereskedelmet üzhettek, akik ide betelepültek vagy szándékoztak. Gyakorlatilag innen ered az 1840-től, hogy egyáltalán létezik Újpest, mint település, 1841-ben kapta ezt a nevet, és gyakorlatilag onnantól kezdve tényleg azt lehet mondani, hogy hát bizony nagyon sok iparos üzem volt ott. Uh-huh. És hát amit meg ugye tudnak Újpestről, vagy talán a régiek talán emlékeznek a nézők közül is, hogy bizony elég büdös kerület volt. Ez nem véletlen uh-huh. volt, mert millió bőrgyár, de 10-nél biztos több kisebb és nagy üzem működött Újpesten, amelyek bőrfeldolgozással foglalkoztak, hát nyilván ez azért illata ott van egy bőrgyárnak a helye ennek. Ott a külső Váci úton, ami mai napig büdösödik. Tehát ott megy el az ember kocsival, és le van eresztve az ablakon, akkor nyáron érzi, hogy az hát, még mindig... Hát maradt még mindig, belőlük néhány mindig. Üzem, amelyik... De csak már a helye van meg, és igen. Még mindig. De hát nem azért jöttünk, hát nekem is egyik szívügyem Újpest, hanem éppen arról, hogy ugye hát Újpesten keresztül felhívjuk a figyelmet arra talán, hogy mennyire sok érdekesség vár minket a saját környezetünkben, és hogy... Ne adj Isten, én arra gondoltam, és egyszer-kétszer ki is próbáltam, hogy azt kéne propagálni, hogy az ember a saját kerületében, városában, falujában is legyen egy-két napig turista. Tibor, neked mi a véleményed erről? Tehát, hogy el lehetne mondjuk egy újpestinek Újpesten, vagy egy terézvárosinak Terézvárosban, vagy egy debreceni kerület emberének ottan turistáskodni a saját lakhelyén? Van erre egy rendezvénysorozat is, a Kulturális Örökség Napok, ami olyan egyébként a nagy közönség elől elzárt épületek, intézmények látogatását teszi lehetővé, amely komolyan a kulturális örökségünk részeként jelenik meg. Tehát Budapesten is működik ez például, itt lehet nyugodtan turistáskodni ezeken a napokon, olyan helyekre betévedve, amit egyébként nem látogathatunk meg, de lehet a hétköznapok van is turistáskodni, mert hisz a szűkebb Pátrián kívül ritkán van az, hogy az ember egy távol eső kerületnek a nevezetességeit megismeri. Ez érdekes, hogy ne csak a pesti oldallal foglalkozzunk, hogy ugye van a Kelenhegyi út, és hogy mondjuk, hogy Kelenhegyi, és tulajdonképpen nemrég azt hiszem, hogy a Honismeretben jelent meg,
de javíts ki, hogyha esetleg rosszul tudnám, hogy hát ugye Kelen vezérről van ez a hegy eredetileg elnevezve. Tehát most akkor most gyorsan tisztázzuk, hogy a Gellért hegy az eredetileg Kelen hegy volt? Mert ugye Kelen föld. Tudod, van egy olyan nagyon szomorú dolog, hogy a történészek csak a saját kis szűkebb területükön igazán hozzáértőek. A többin néha még az általános iskolás szintet se közelítik. De viszont nagyon-nagyon-nagyon, hogy is mondjam, korrektek. Úgyhogy akkor ezt meg tudjuk nézni. Ezt viszont a Budapesti Honismereti Társaság honlapján ezt meg tudjuk nézni. És lesz ilyen rendezvény, azt tudom, majd a Kelenhegyen. Nekem nagyon tetszik ez a sziklatemplom. És például olyan dolgok is érdekesek, hogy az ipartörténet, tehát ugye Újpestet itt leipariztuk, már bocsánatot kérek, pedig hát nekem is van elég sok kötődésem Újpesthez. Ugye a Szörényi Levente gimnáziumban jártam, te is a Szörényi Levente gimnáziumban jártál? Nem. Sajnos nem. Na mindegy akkor. És amit nem róla neveztek el egyébként, de hát úgy nőttünk fel, hogy a Szörényi Levente, és akkor elég szomorú voltam egyébként, amikor rájöttem, hogy én nem fogok tudni soha úgy énekelni. Tehát hogyha valami nem hangzik ilyen idegenforgalmi célpontszerűen, akkor Újpest az. Azért vannak Újpestnek jelképei. Ugye minden településnek van egy-két olyan építménye, amit mindenképpen szeretne megmutatni mindenkinek. Az egyik jelkép az ugye a víztorony. Hát az valami csoda, és nagyon szép. Igaz, hogy szegényke nagyon pusztul mostanában. Igen. De és ott lett a vesztese az életnek, hogy ipari műemlékként nyilvánították 2004-ben, és azóta, miután a vízművek tulajdona, hát nem nagyon tartják karban. Millió kötöttsége van egy ilyen dolognak, azt tudjuk. Uh-huh. De hát ettől függetlenül azért ötletek mindig vannak, hogy mire lehetne hasznosítani. Mi évről évre felmerül, hogy mit lehetne vele csinálni, de akkor attól függetlenül ezt azért meg kell nézni. Meg kell nézni a Városházát, meg kell nézni a Polgárcentrumot, ami egy közösségi létesítmény. Tulajdonképpen de az új, az nem egy régi épület. Nem, dehogy nem. Tulajdonképpen a közművelődési kör épülete volt. Ez és az Adi? Neked, az Adi? Vagy neked tudnod tudom, kell. Én nem tudom. Ez az Árpád út 66-ban lévő... Az, ami az Adi művelődési régen volt. Adi volt, na, így igen. Van. 1887-ben avatták, és közművelődési kör épülete volt. Igen. Volt egy ilyen civil szervezet, biztos akkor te is tudod, nem tudom. A Ugró Gyula, az első polgármesterünk is részt vett benne alapítóként, még egész fiatalon, 20 éves korában. És ez a civil szervezet, amely az ottani és akkori értelmiséget, a fiatal diákokat, azokat, akik a város vezetésében valamilyen módon ügyvédeket, orvosokat fogott össze, ők tulajdonképpen egy klub volt, ha úgy vesszük, szinte az egész felépítményét, társadalmi eredményeit, többek között azt a gimnáziumot is, ahova jártál, az ő kezdeményezésükre építették, és ezt a közművelődési kör épületet is így építették. Azért nem emeltem ki a gimnázium nevét, mert lehet, hogy szégyenkeznének miattam, mert vannak kritikusaim, akik azt mondják, hogy az általános iskolai végzettség sem nagyon látszik rajta olykor, úgyhogy azért nem akarom égetni a gimnáziumot, még ezt eldöntjük. Viszont említetted a víztornyot, hogyha szabad két ilyen jeles történész mellett egy ilyen történeti munkámról beszámolni. Annak idején, akik így viszonylag jó jegyeket kaptak történelemben, azt hiszem, hogy egy 8-10 srácnak a gimnáziumból kiosztottak ilyen feladatokat. Volt ilyen, olyan, mint az egyetemen az évfolyam dolgozat, de ez ilyen pályázat volt, tehát ilyen országos pályázat. Hát az úgy jól hangzik, hogy nagy sikert arattam az országos pályázaton, de azt, hogy most elmondjuk, hogy mivel. Az a lényeg, hogy és akkor most ezt tisztázzuk, történetileg kell tisztázni. Az újpesti víztorony megmentése volt a cél, hogy ugye a németek fel akarták robbantani, és akkor a partizánok azok megszervezték, és nem robbantották fel meg minden. Na most én az egyik haverommal beszélgettem, hogy tulajdonképpen egy ilyen épületnek a felrobbantása az kb. 15 percbe telik, hogyha nem úgy robbantják, hogy a dőlést figyelembe veszik, hanem csak így egyszerűen boom robbantják. Tehát 15 perc, és ilyen, tehát tényleg olyan megható történetet produkáltam ebben a dolgozatban, hogy én magam is úgy föléhajoltam, és zokogtam már, hogy mennyire megható ez a történet és a hős partizánok. Na most Marian, te jobban ismered, ugye mondhatom azt, hogy a Marian jobban ismeri Újpest történetét, mint én, biztos. Ugye? Biztos. Ezt csak így mondod? Semmi udvariaskodás? Hát ennyire csak ismerem a páromat. Szóval, tehát hogy most mi volt ezzel a víztorony, hogy itt az ideje, hogy tisztázzuk? Hát nyilván, amikor készítetted a dolgozatodat, akkor felhasználtál némi forrást. Na most azok a források azért nyilván az volt a dolguk, hogy dicsőítsék ezt az esetet.
igazándiból sajnos konkrét dokumentumok erre nincsenek. Uh-huh. Akik viszont kortársak voltak, elbeszélésből tudom, szigorúan elbeszélésből, igen, hogy hát valójában tényleg az történt, hogy az ellenállók, nevezzük partizánoknak, megmentették a víztornyot, ez tény, csak hát azért nem volt ez olyan nagy hőstett, ugyanis hát egy vagy két ember őrizte a víztornyot, hát nyilván a németek is az objektumokat őriztették katonai céllal, katonasággal. Voltak ott valóban tartalékban felhalmozott robbanóanyagok, mert hát nyilván arra gondoltak, hogyha adott esetben, ugye ez taktikai kérdés, ha úgy alakul, akkor felrobbantják a víztornyot. De hát erről szó se volt egyébként abban az időben, amikor ez a dolog történt. Viszont közeledett a front, ez tény. Aktívak lettek az ellenállók is, és kitalálták, hogy nekik tulajdonképpen robbanóanyagra van szükségük, de nem a víztorony miatt, hanem az Apollóház miatt, ami ugye az ottani náci központ volt, Újpesten nyilas központ volt, és egyszerűen elterelték az őrök figyelmét, vagy leütötték őket, hát erre sincs konkrét magyarázat, és ezt a két őrt tulajdonképpen harcképtelenné tették, és egyszerűen ellopták a robbanóanyagot, és elvitték ebbe a bizonyos Apollóházba, ahova már azért, aztán ebben valóban történt is egy kisebb robbantás. Uh-huh. Tehát akkor végül is igaz történetet írtam le. Hát alapvetően igen. Tehát jogos volt akkor csak, a meghatottságom. Hát, persze, szóval alapvetően ez valóban így történt, de hát nyilván ennek egy elég szép koreográfiát írtak akkor annak idején. Most a kedves nézőknek mondom, mert itt ezt több városban nézik az országban ezt a csatornát, ezt a műsort, és remélhetőleg mondjuk Debrecentől Győrig, és Szegedtől Szentendréig és Esztergomig. Én nagyon szívesen venném azt, hogyha olyan javaslatokat kapnék, tehát egy-egy városnak az érdekes emberét, érdekes embereit esetleg megszólaltassuk. Marian, te elég sok ilyen televíziós interjút csináltál. Olyan embereket szólaltasz meg, akik maguk a történelem. Te ezeket a műsorokat ilyen céllal is csinálod, hogy majd ez egyfajta ilyen könyvtár lesz az utókor számára? Persze, hogyne. Hát tulajdonképpen az alap ötlet is onnan indult el, hogy a helyi televízióval közösen ezeket megvalósítsuk, és elsősorban olyan emberekkel beszélgessek, vagy olyanokat keressek meg, akik valamilyen módon, hát azt mondom, hogy példaként szolgálnak a helyi lakosság számára, meg hát én azt mondom, hogy nagyon sokak számára is. Létezik két ilyen díjazás, hogy Újpestér díj és Újpest díszpolgára díj, ez a rendszerváltás óta rendszeresen kiadásra kerül. Bocsánat, itt van nálam egy ilyen, nem én kaptam, ez az Újpestér díj. Van egy Újpestér díj, igen. És akkor ez kicsoda, Szőlősi Marian. Hát, én is kaptam, de nem beszélgettem magammal. Gyűjteményvezető úrnő. Őket kiválasztva tulajdonképpen egy-egy beszélgetés. Nincsenek különösebb koncepciója. Elsősorban nyilván az ember azokat keresi meg először, akik már idősebbek. A televíziós, és hát aki hajlandó a televízióban beszélni. Itt van katolikus paptól kezdve egyetemi professzoron keresztül. Már hány műsort csináltam? Már ilyen 100 fölött vagy bőven? Nem vagyok még. A 50 és 40 és 50 között, pontosan 43 készült el, ami televíziós, és a többi pedig valamilyen írott formában. A helytörténeti értesítőben is van egy sorozatom, amely viszont elsősorban csak olyan, hogy mondjam, talán köznapi ember, vagy hétköznapi emberek jelzőt kell erre mondani, akik, mit tudom én, a legutóbbi interjúm egy 93 éves nénivel készült, aki... Az korban hozzám nagyon közel van. Igen. Diákja is volt, és tanára is volt a gimnáziumoddal szemben lévő Leány Líceumnak. Tehát ez a Kanizsai Dorottya, ma egészségügyi szakközépiskolának hívják, de akkoriban Leány Líceum volt. Na de az én koromban már egészségügyi szakközépiskola. Igen, a tegyedben már, amikor ő, igen, de szerettünk, amikor ő járt, ő kezdett ott, ugye, akkor még Leány Líceumként működött, mert hát a másik, a gimnázium, az pedig ugye fiú és Leál gimnázium volt. Tehát alapvetően egy csomó olyan érdekességet tud meg az ember tőlük, ami ugye azt mondják, hogy a szubjektív történelem, és egy picit azt szokták mondani, hogy ez a, hát hogy is mondjam, a
a visszaemlékezés az mindig sántít, és mindig hozzátesz, vagy elvesz valamit a nagy köztudott történelemből, de én borzasztóan szeretem, mert egy csomó olyan részletet tud meg az ember, ami igazándiból csak egy személyes tapasztalaton keresztül tudható meg. Tehát például mit tudom én, hogy érkeztek meg az orosz csapatok, most ugye a második világháborúra csak visszatekintve, hogyan érkeztek meg Újpest határába, mit tettek, hogyan szállásolták be őket, és akit beszállásoltak, hogyan viselkedett, ezt csak attól lehet megtudni, aki ezt látta. Én azt mondom, hogy az oral history, én a lelkes művelője vagyok, szóval én megmondom őszintén, hogy kevesebbet képzem már magam, hogy mondjam, tudományosan, ha úgy tetszik. Hát egyrészt nyilván az ember egy picit óvatatlanul beszűkül. Tehát Újpesttel foglalkozva egy csomó olyan dolog van, amiből egyszerűen kimaradok, mert nincs rá idő. Na most viszont azt kell mondjam, hogy talán jobban is megértem azt, hogy milyen az, amikor az ember sokkal jobban kötődik, mit tudom én, 20-30-40 utcához, mint az összes többihez. Tibor elárulta, hogy ugye ti egy fedél alatt laktok. Na most az ember egy ilyen történész házaspárt úgy képzel el, hogy este így dobálóznak, hogy mikor volt a kanosszajárás, mikor foglalták vissza Budát, mikor szögezte ki Luther a Wittenbergi templom ajtajára a kiáltványát, a pontjait. Ezeket a dolgokat, ezeket hazavinni jó, és az segíti-e a ti közös munkátok? Néha szóba kerül a történelem otthon, és akkor mindig letorkolnak engem, hogy ne történészkedjek itt, mert ő is ismeri ezt. Aha. Tehát ezt inkább úgy lehet megfogalmazni, hogy mind a kettőnknek megvan a külön érdeklődési területe. Néha átfedi ez a dolog egymást, mert például a Budapesti Honismereti Társaság, amelynek 96 óta vagyok a titkára, annak az elnökségében a Szőlősi Marian is, mint a újpesti Nógrádi László helytörténeti gyűjtemény vezetője helyet foglal. Tehát vannak ilyen közös témáink. Viszont nagyon sok... neked mi a területed egyébként, tehát amit mondott, hogy ő, hát azt hiszem, hogy Marian az elsősorban Újpest, ugye? Igen, Bólogat. Marian az... Igen, és te? Újpesti benszülött. Hát nekem az elmúlt 30 évben változott kicsit az érdeklődési területem. Korábban foglalkoztam a 19. századi magyarországi gazdaságpolitikával, aztán a... Azért bővebb neked ez a határ, szóval azért nagyobb neked ez a térkép, mondtad itt az előbb, hogy mi ahol ismered, igen? Igen. Hát ennek persze voltak újpesti vonzatai is. Aztán később az érdeklődésem inkább a civil szervezetek történeti múltjához kapcsolódott, amikor már lehetett ezzel a témakörrel foglalkozni. Így például a 90-es évek elején kikutattam a Surányi Üdülőhelyi Egyesület és a Leányfalui Üdülőhelyi Egyesületnek a történeti múltját, kizárólagos a levéltári források alapján. De azt mondd meg nekem, hogy ez, bocsáss meg ezért, hogy ez aztán már, hogy az Üdülő Egyesületnek a történet, szóval ez miért érdekes? A civil szervezetek történeti múltja azért érdekes, mert ez a társadalmi életnek egy olyan területe, ami 1946-tól kezdve szigorúan nem kívánatos volt, és csak az 1990-es évek elején vetődhetett fel újra, hogy a civil szervezetek elindulhattak, és horribile dictu lehetett is foglalkozni az ő történeti múltjukkal, ami noha nem országos jelentőségű, de a helyi politikai és a gazdasági életben jelentős szerepet töltött be a különböző társasági rendezvényeinek a révén. Tehát ez olyan, mint a csebben a tenger? Tehát, hogy tulajdonképpen azért foglalkozol ezzel, mert egy csomó más kisugárzása van ennek a... Ezt tulajdonképpen mikrotörténetnek is lehet tekinteni, hisz szorosan kapcsolódik egy időintervallumhoz és egy helyhez. A civil szervezetekről azt tudni kell, hogy általában 25-30 évet élnek meg, és utána megszűnnek, átalakulnak, egybeolvadnak, tehát változnak. Egy teljesen más kérdés, hogy kérdezted, hogy hogy leszek öltözve, és mondtam, hogy hát én a Szilkától nagy megtiszteltetésként, ugye a Szilka öltöztet, a Kanizsai Szilka Ágnes jóvoltából itt ilyen nagyon szép ruhákban jelenek meg, hogy akkor te öltönyben gyere, és akkor mondtam, hogy én miben leszek, és akkor mondtad, hogy akkor te is öltönyben jössz. Most ez az öltönyöd egyébként? Csak így kérdezem. Megvan őszintén, hogy van néhány öltönyöm, de ebben sokkal kellemesebben érzem magam. Ez valahogy jobban
illik az én habitusomhoz, uh-huh. hogyha már itt képi megjelenítésről lehet beszélni. De most itt olyan feelingem van, hogy a professzor úr, mert én így vizsgáztatom az egyetemistákat, a nebulókat, de tulajdonképpen én sokkal kevesebbet tudok ezekről a dolgokról. Na, de azt nem tudod, hogy mi együtt jártunk egyetemre. Tehát én együtt jártatok egy csoportba, igen. Hát egy darabig. Egy darabig, nem végig, de azt egy darabig. Azért nem tudtam, mert ismerem az életrajzotokat, és tudom, hogy te hát fiatalabb vagy azért. Hát igen, de miután én ugye nappalin kezdtem, aztán született egy fiam, és el kellett mennem levelezőre. Aha. És akkor kerültem az ELTE, levelező történelmi népművelés szakára, és akkor kerültünk mi egy... tudományos tankörbe. Tankörbe, igen. Történelme, mind a két helyre volt, együtt jártunk. Egy darabig, igen, nem végig, mert én később kapcsolódtam be. A történész az mostanában azért nem olyan szakma, amivel nagyon nagy pénzeket lehet csinálni, ugye? Ezt jól gondolom? Korábban sem lehetett. Korábban sem lehetett. Szerintem ez megszállottság. Igen? Ma már ezt csinálni. Na most az, hogy megjelenhessen egy ilyen, mint a budapesti honismereti híradó, a Városunk, akkor az újpesti helytörténeti értesítő, ugye, amiben, hát ezeket te szerkeszted, ugye, Tibor? Hát félig, ugye annyira szerény, a Városunk, a budapesti honismereti híradó, ez a budapesti honismereti társaságnak a negyedéves periódikája, igen, amelyet a budapesti honismereti társaság ad ki. Annak idején a Budapesti Történeti Múzeummal együtt intottuk el a lapot, aztán a Budapesti Történeti Múzeum olyan helyzetbe került, hogy anyagilag nem tudta támogatni, és ettől kezdve mi lettünk az egyedüli kiadója. Hát ez most már a 19. évfolyam. Eddig sikerült kiadni a kis folyóiratunkat. Talán. Tehát akkor ilyen pályázattal, ezzel, azzal. Az az igazság... Alapvetően pályázati pénzekből jelenik meg, ennek én vagyok a kezdetektől a felelős szerkesztője. Az újpesti helytörténeti értesítő, ez az újpesti önkormányzat támogatásával jelenik meg, és nekem annyi közöm van csak hozzá, hogy 4-5 évenként egy-egy tanulmányt elkövetek benne, de egyébként autentikusan a Szöllősi Marian, a párom tudna erről nyilatkozni. Itt van, hogy a szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke, dr. Sipos Lajos, aki annak idején nekem az orosz tanárom volt, de azért engedett át orozolni, hogy magyar órákra is bejött, meg ilyen irodalmi színpadot csináltam. Nevezetesen ott az Adi Művelet és ezzel a többek között bemutattunk általam szerkesztett, rendezett darabot. Oroszból feleltem, soha nem felejtem el. Az volt a téma, bocsássatok meg, hogy ide, mint újpesti kötődés. Tehát az volt a téma, hogy két szovjet-orosz gyerek űrhajós akart lenni, és baromira, máig emlékszem rá, hogy és baromira edzettek akartak lenni, és ezért nem tudom, álltak a zuhany alatt, a hideg zuhany alatt, nem tudom, negyed órát, és a végén megfáztak, és a végén, nem tudom, lázasok lettek, tüdőgyulladásuk lett, meg ilyesmi. És akkor olyan meg, ez életem egyik legmegalázóbb pillanata volt, hogy a Lajos mondja, hogy na, akkor mondjam el, és akkor hát a neveket sem nagyon tudtam, hogy most Iván, meg Nikolaj, meg nem tudom micsoda, és akkor ott álltam, mint a hülye. És mondtam, hogy Nyeznájú, talán is úgy csícsel, és erre azt mondta, hogy na jó van, azt mondja, fiam, akkor mondd el nekem magyarul. És magyarul se tudtam, és soha nem felejtem el azt a mozdulatot, hogy tehát fogta a tollát, ugye ott a nevemnél ki volt nyitva a napló, fogta a tollát, és így megfogta a tollát, és így lenézett, tehát már nem is nézett rám, és így csinált. és az ott, amikor találkozunk, úgyhogy nálam ez a jel, ez nem mindig a lájkolás jelenti, hanem eszembe jut a Sipos Lajos. Ha már őt említettük, ugye ő is egy jeles Babits szakértő, nagyon sok jelentős műve van, és hát ugye Babits az Újpesten tanított abban a gimnáziumban, ahova én jártam, ugye, hogy például Babits az mennyire érdekes a mai emberek számára, vagy az, hogy Babitsnak van valami kötődése Újpesthez, az érdekes egy mai ember számára? Még egyetlen tudják, hogy ki az a Babits? Igen. Szóval én azt mondom, hogy amit én tapasztalok, azt kell, hogy tudják. Hát egyrészt ugye van egy gimnáziumunk is már, nem csak az, ahova te jártál, hanem van egy másik, ami Babitsról van elnevezve, nem véletlenül. De igazándiból... Hát ő azért nem volt sokáig Újpesten, egy tanévet tanított a gimnáziumban, tehát alapvetően nem kötődött sokáig Újpesthez, és amelyik regényét ihlette Újpest, hát arra nem nagyon vagyunk azért büszkék. Ettől függetlenül... Bocsánat, melyik regény? A Kártyavár.
Igen? A Kártyavár az teljesen Újpest, hát akkori történetének az összefoglalása tulajdonképpen. Tudjuk, hogy eleve nem volt jó paszban, hogy úgy mondjam magyarul, ebben az időszakban. Rákospalotán lakott, eléggé elkeseredett ember volt, egy külvárosi egy vidéki gimnáziumnak a tanáraként nem érezte magát nagyon megbecsülve, és hát akkor valóban volt egy kis pereskedés is Újpesten, holmi Panamák ügyében, holmi elveszett pénzek. De abban nem ő volt a ügyében. Ludas. Nem. De hát ez a sajtóból, meg hát nyilván ott, mint ahogy ő ott dolgozott, hát tapasztalta közvetlenül ugye a helyzetet. És hát nagyjából ezt írta meg egyébként a Kártyavárban. Pont a polgármestert vették akkor perbe, vagy gyanúsították meg némi jogalappal bizonyos szabálytalanság elkövetésére. De a Jónás könyvét azt nem? Azt nem. Az újpesti balhét miatt? Nem. Ez kiszigorúan csak a Kártyavár. Na most innentől kezdve persze ez ettől független, mi azért büszkék vagyunk, hogy Újpest ihlette ezt a kisregényt, de amennyire lehet minden egyes olyan, hát hogy mondjam, történeti munkában megemlítődik, hogy ő neki azért milyen kötődése van Újpesthez, és hát szerencsére azért nálunk elég komoly a helyismeret oktatása is az iskolákban. Nem tudom, hogy hívták, de régen volt egy ilyen tantár, nem lakóhelyismeret, hanem valami... Nem volt környezetismeret. Nem környezetismeret, meg... valamilyen helyismeret. Tantár, ami ilyen kvázi helytörténeti volt. Na most azért kérdeztem egyébként a Jónás könyvét, mert ugye az azzal kezdődik, hogy mondta az Úr Jónásnak, kelj fel, s menj Ninivébe, nagyott a baj, megáradt a gonoszság, szennyes havjai szent lábomot mosek. Tehát ez a gonoszság, ez akkor nem az Újpest út. Nem. Hát akkor ennyiből már akkor egy picit jobbak vagyunk. Azt hallottam, hogy ez a Budapesti Helytörténeti Társaság ilyen jól tud működni, és azért, hogy itt mindig minden megvan, ennek az egyik fő zászlóvivője, vagy a fő kocsihúzója, az te vagy. Van ott elnök, ugye elnökség, és te pedig a titkár vagy. Ez a titkári dolog, ez az egyik legfontosabb ember az ilyenfajta egyesületeknél, szervezeteknél. Szóval egy titkárnak mi a feladat? Tulajdonképpen egyesületenként változik, hogy hogyan oszlik meg a elnök, alelnök és a titkár között a feladatok, illetve hogyan bontják le ezt az elnökség tagjaira. Gyakorlatilag a titkárnak a alapvető feladata a egyesület adminisztrációjának az intézése. De bocsánat, nem az, hogy az elnök behív, hogy jöjjön be Tibor, diktálok, szóval nem ilyen, és akkor te odaülsz a klaviatúrához. Nem, az adminisztráció intézése, tehát a levelezés, lebonyolítása, a különböző szervezés. Munkáknak a kiadása, szervezés, ellenőrzés. Hát igen, ez egyfajta vezetési rész is, tehát a vezetésnek egy részét azt a titkár végzi. Igen, hát a Budapesti Honismereti Társaságnál gyakorlatilag elég sok munkát elvégzek én, de meg kell mondanom, hogy a társaság tagjainak a segítsége nélkül a Budapesti Honismereti Társaság nem tudna működni. Tehát nekünk nem csupán a elnökségünk van, amely megadott feladatkörökre bontva működik, tehát van például, aki szervezi a Budapesti Históriák elnevezésű rendezvénysorozatunkat, amelyeket minden hónap első szerdai napján Budapest Főváros Levéltárának a konferenciatermében tartunk. Ez Balázs Attila, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény vezetője. Van, aki a múzeumpedagógiai feladatokkal foglalkozik, van, aki a civil szervezeteket képviseli, van, aki a fővárosi levéltár képviseletében van ott. Tehát ilyen összetett. Ezek az újságok, illetve ezek a kiadványok ugye azt sugallják, hogy ti nem csak azt szeretnétek, hogyha a tagjaitok, hanem hogy mások is érdeklődjenek a ti tevékenységetek eredményeitek iránt. A Budapesti Honismereti Társaság alapvető feladata az, hogy valamilyen szinten összefogja és koordinálja a fővárosban végzett helytörténeti honismereti tevékenységeket. Tehát mind az újságunk, amit kiadunk negyed évente, igen, mind a Budapesti Helytörténeti Portál, amely 1985-től folyamatosan napra készen való frissítéssel működik, mint pedig a Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv sorozatunk, amelynek 7 kötete meg is jelent. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a fővárosban végzett történeti kutatómunkák eredményei, részben pedig a fővárosi civil szervezetek tevékenysége valamilyen szinten megjelenhessen, publikálhatóvá váljon.
2011-ben adták át Halasi Olivér emlékművét itt a pozsonyi lakótelepen. Mit kell tudnunk Halasi Olivérről? Halasi Olivér egy többszörös olimpiai bajnok, Európa bajnok, úszó, illetve vízilabdázó volt, aki a mai értelemben véve mozgássérült sportoló volt az ő saját idejében. Viszont az egészségesek között, az épp sportolók között szerepelt folyamatosan. 10 éves korában villamos baleset következtében elvesztette a bal lábát, boka fölött csonkolni kellett, le kellett vágni, és ezért ő egy ortopéd cipőben járt később egész életében, picit leplezve járás hibáját, amit azért eléggé szégyelt. Ezért aztán megpróbált olyan módon, olyan életvitelben kiteljesíteni önmagát, ami ezt kárpótolta ezért őt, és elsősorban az úszással próbálkozott már gyerekkorától, ahol szép eredményeket ért el. 1931-ben Párizsban az 1500 méteres szabadvízi gyorsúszásban Európa bajnok lett, de eközben a labdajáték is vonzotta, és a vízilabdában találta meg azt a kiteljesedési formát, amiben aztán végül is nagyon szép eredményeket ért el a vízilabda csapattal. 1932-ben nyertek először olimpiai bajnokságot Los Angelesben, és aztán 4 évvel később, 1936-ban Berlinben is megismételték ezt. Újpest önkormányzata állítatta ezt az emlékművet, kinek az alkotása? Tóth Dávid, újpesti szobrászművész alkotása, aki többszörösen újpesti, édesanyja újpesti szobrászművész volt, a mai angol tagozatos iskola, a Fóti úti általános iskola rajztanáraként is dolgozott. Édesapja szintén szobrászművész, Tóth Béla, ő napjainkban már nem él Újpesten. Tóth Dávid él a szülői házban, a megyeri részen, Újpestek megyeri részén, és hát azt kell mondjam, hogy házi alkotóként lép már elő lassan, több emléktáblát, Ugró Gyura emléktábláját, Asner Lipót, az Ute stadionban lévő emléktábláját is készítette, és hát természetesen a legújabbak között a Halasi szobrot, illetve a közelmúltban beszéltünk róla, a Wolfermin mellszobrot is készítette. Hát akkor először a Marian könyvét mutatom meg, hogy hát nem hangzik olyan jól, mint hogy Amerikából jöttünk, de úgy, hogy Újpestről jöttünk azért ez is. Ebben mik azok az érdekességek, ami miatt mondjuk egy 20 éves, 10 éves újpestinek érdemes ezt elolvasni? Hát ez egy interjúkötet. Olyan emberekkel beszélgetek benne, akikkel a mai 10 éves, 20 éves, ha újpesti találkozhat. Akik igazándiból részt vetnek a hétköznapjainkban, van közöttük, hát sajnos néhány már elhunyt, de van benne építész, van, mondom, egyházi ember, van benne egy polgár, egy hölgy, aki az X gyárban dolgozott. Tehát azt mondom, hogy persze természetesen olyan emberek is előfordulnak benne, akik mondjuk legalább a kerület szinten ismertek, vagy éppen országosan ismertek. Ugye a főrabbi úr is például. Éppen ott nyitottam ki, ugye ezt kevesen tudják, hogy a Schweitzer József az újpesti. Hát nem egészen újpesti, csak kötődése van. Az ő édesapja rabbi volt Újpesten. Tulajdonképpen ilyen kötődése van, nem itt született, nem Újpesten született, de hát a nyarakat töltötte Újpesten, mert egyébként a rabbi képzőbe járt iskolába. Szerintem nem nagyon örült annak, hogy a nyarakat Újpesten kellett töltenie, mert... Hát nem mondd már, hát a világ legjobb strandja volt a Tungsram strand. Igen. És ott az akkori, hát hogy is mondjam, de még egészen 2005-ig az újpesti fiatalság legjobb találkozóhelye volt nyáron. Másik könyv, ennek Gábriel Tibor a szerzője, a Budai Vigadó története. Én annak a történetére vagyok először kíváncsi, hogy jut eszébe valakinek az, hogy a Budai Vigadó történetéről ír egy könyvet. Ez hosszú történet. Hosszú történet. 2006 legelején Halász Péter, a Honismereti Szövetség egykori elnöke, mert még él, és remélem még élni is fog. 2006 elején felvetenek, hogy a Honismereti Szövetség 2 havonta megjelenő folyóiratában, a Honismeretben, egy olyan sorozatot szeretne indítani, amely Magyarország jelentősebb épületeivel,
ezen belül Budapest jelentősebb épületeivel foglalkoznak. És ennek egyik első alakjaként a budai vigadót szerette volna bemutatni, amit én könnyelműen elvállaltam, mondván, hogy budai vigadó, igen, én tudom, az ott van, semmi gond, Péterkém, meg fogom csinálni. Mikorra kéred az anyagot? Hát mondta, hogy egy olyan fél év múlva. A problémák ekkor kezdődtek, amikor utána néztem, hogy milyen anyag van róla. Hát kiderült, hogy 1900 januárjában megjelent egy újságcikk, a vasárnapi újságban, ami részletesen beszámolt a budai vigadó január 30-ai megnyitásáról. Aztán 2000-ben megjelent egy rövid másfél oldalas ismertetés, ami a budai vigadó 100 éves évfordulójával foglalkozott, és ezen kívül a Budapesti akkor... Városvédő Egyesületnek volt egy másfél oldalas szövege, amely az első kerületi épületek történetével foglalkozó, azt hiszem a vízivárosi résznek a történetével foglalkozó monográfiában jelent meg, és semmi. És az volt a feladat, hogy ezt a 4-5 oldalt akkor 200 oldalasra bővítsd, ugye? Hát az volt a feladat, hogy legalább 20 000 karakterben írjam meg, de mondtam a Pértennek rögtön, hogy ez komolyabb kutatásokat igényelt. Bocsánat, gyakorlatilag ezeket a karaktereket, ezért engem volt. Szidnak, mert elvileg egy újságírónak kéne tudnia, én soha nem tudom, akkor én mindig csak flagben tudok gondolkodni ebből, és látszik, ez a 20 000 karakter, ez körülbelül hány oldal, hány flag? Hát attól függ, hogy mekkora, milyen betűtípussal, mekkora betűnagysággal írjuk. Hát körülbelül egy olyan 8 oldal így átlagosan. 8? Csak 8? 8. Abból még mindig nincs meg ez a könyv, 8 oldalból. Igen, hát ott kezdődött a történet, hogy... Már nem vagyok biztos semmiben, úgyhogy megnézem, 202 oldal, igen? Igen, igen, de mindennel együtt. Elmentem a fővárosi levéltárba, gondolván, hogy budai vigadó történeteit biztos, hogy kell lenni anyagnak. Elkezdtem kutatni. Egy hónap után, egy hónapos kutatás után a eredménye még mindig csak 2 A4-es oldal volt, meg mit tudom én, 50 darab ilyen terv rajz, amit Kalina Mor és Árkai Aladár annak idején a budai vigadó tervezői elkövettek. És utána, egy hónap után hirtelen kaptam egy olyan 25 cm-es iratköteget, volt az 30 is, amelyben a budai vigadó történetéről nagyjából végig lehetett követni, hogy mi történt. Kiderült, hogy nagyon érdekes a téma. Tehát mert a levéltárban, ugye? A fővárosi levéltárban. Mert tulajdonképpen 60 évnek a művelődés történeti vázlatát a fővárosban fel lehet vázolni a budai vigadó történetén keresztül. Miért? Hát tudnunk kell azt, hogy a Pesti Redút, majd később a Pesti Vigadó, ugye a Pesti Redútot 1849-ben Henci lebombáztatta, aztán később 1864-65 körül felépült újra, a Feszt-Frigyes féle Pesti Vigadó. A Kolozsvári Redút, ami már az 1810-es évektől szinte teljes terjedelmünkbe elkezdett működni. Mind a kettő rendkívül fontos művelődési és politikai centrumai voltak az adott régió életének. Most a budai vigadóról is el lehet mondani ezt, csak a budai vigadó a budai polgárság életéhez kapcsolódott, és ezért 1950-es évek elejétől kezdve megszüntették mint művelődési intézményt, és a Magyar Népművészeti Intézet. Népművelési intézet. Akkor még népművészetinek hívták. Mert emlékszem, hogy az ilyen irodalmi színpadira jött mindig a Debreceni Tibor, és mondták, hogy a Népművelési Intézettől jött, és akkor ő az, aki a fesztiválokra azt mondta, hogy ez oké, jöhettek. Tehát volt a fő zsűritag. Az MSZNP KB-nek volt egy párthatározata 1950-ben, hogy a népművészet kapcsán, mint politikai irányzatot, kulturpolitikai irányzatot támogatni kell, és ennek a székhelye legyen 1952-től a budai vigadó, amely egyrészt a népművészeti intézetnek a későbbi népművelési intézet, igen, a későbbi magyar művelődési intézet és a többi. Tehát látod, Maria, annak nem hibázik, csak akkor mi tudjuk rosszul. Tehát jobban nem szólunk bele, mert kiderül, hogy mi vagyunk annak a székhelyeként működjön. Valamint a Magyar Állami Népi Együttes, a mai nevén, tudom, igen, annak igen is a székhelyeként működjön, ami gyakorlatilag 1952-től napjainkig szinte változatlan formában megtörtént. Nagyon szépen köszönjük ezt, hogy a vigadó történetébe is beavattál minket.
Én viszont arra is kíváncsi vagyok, hogy vajon ezeket a munkákat, amiket ugye most a helytörténetről és a honismeretről beszélek, tehát hogy a fiatalabb nemzedék, a 10-20, esetleg 30-as éveikben járó emberkék, azok mennyire kíváncsiak erre? Ez egy nagyon jó kérdés volt, és nagyon fontos kérdés, hadd tegyem hozzá. Köszönöm. A Honismereti Szövetség 2006-ig évente rendezett országos szintű ifjúsági történeti vetélkedőket, egy-egy jubileumhoz, egy-egy komolyabb eseményhez kapcsolódva, majd utána anyagi okok miatt ez megszűnt. 2006-ban a Budapesti Honismereti Társaság felvállalta, hogy fővárosi szinten megcsinálja az 1956-os forradalom és szabadságharc 50 éves jubileumára emlékezve a fővárosi 56-os vetélkedőt, majd 2008-ban egy hasonló szinten a Mátyás király jubileumához kapcsolódva a Mátyás vetélkedőt csináltuk meg. Ez a középiskolás korosztálynak volt számba, és valósult meg. Nagyon érdekes szintű helytörténeti vetélkedők voltak ezt, több mint 200 fővárosi középiskola bevonásával, majd később a előselejtező után csökkent a létszám, végül a selejtezőbe általában 8-10 középiskolának a tanulói egyenként három fős csoportokba jutottak be. Az, hogy az érdeklődés akkor, amikor nem az ünnepnapok vannak, nem a nagy versenyek vannak, hanem a hétköznapok milyen, azt is megtudhatjuk. Az érdeklődést mi alapvetően szeretnénk, hogy a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatok által fenntartott helytörténeti gyűjtemények és múzeumokon keresztül valósuljon meg, és nagyon támogatjuk azt az elképzelést, hogy múzeumpedagógiai tevékenység kapcsán minden kerületben, ahol van ilyen gyűjtemény, legyen egy múzeumpedagógiával foglalkozó külön munkatárs, aki épp a kerületi iskolákkal, oktatási intézményekkel való kapcsolattartást vállalná fel. Csak úgy megemlíteném, hogy az Óbudai Múzeum például az év múzeumpedagógiai díját nyerte el országos szinten tavaly. Hát gratulálunk az óbudaiaknak, hogy ne csak az újpestiek, hanem az Óbuda, tehát egy Újpest és egy Óbuda is megemlítésre kerüljön ebben a műsorban. Most már nagyon közel vagyunk ennek a mai beszélgetésnek a végéhez. Az jutott eszembe, hogy nagyon sok történelmi személyiség álmát ismerjük. Például azt, hogy Széchenyinek mi volt az álma Kossuthnak, sőt még azt is, hogy Emesének mi volt az álma, bár ő nem biztos, hogy történelmi személyiség volt. Vajon nektek történészeknek ebben a küldetésben, tehát a helytörténeti, honismereti küldetésetekben mi az álmotok? Hogy minél tovább dolgozhassunk. Marian? Én, nekem azért van álmom egy kicsit földhöz ragadtabb. Hát egyrészt nyilván nekem még van jó néhány évem. Ő már otthon dolgozik, úgyhogy neki könnyebb az élete. De nekem azért még vannak, hogy mondjam, alkalmazotti kötelességeim is, de én nagyon szeretném, hogyha az a kis múzeum, az a gyűjtemény, amit vezetek immáron, az idén lesz 20 éve, az egy kicsit nőjön, mert elvileg lesz rá lehetőség, hogy egy kicsit nagyobb helyet kapjunk. És akarok. Szörényi Levente benne van a múzeumban? Mert a gimnázium falán ott van. A Szörényi Levente nincs benne a múzeumban. Hát nagyon sokan vannak a gimnázium falán, akik ott végeztek, de igazándiból nem elszármaztak, vagy igazándiból csak az a 4 év kötődésük volt, ami a gimnáziumot hát jelenti. Szerintem egy ilyen régebbi gitárja legalább legyen ott, hát valami. Hát a Rock Múzeum tele van Szörényi Leventével, ettől függetlenül örömmel vennénk egy gitárt. Egy gitárt a Szörényi Leventétől, akkor ezt címezzük. Mindenesetre a fiát megígérem, hogy megkeresem ezügyben, az Őrsöt. A könyvek mellett ide készítettem 3 ilyen dobozt is, amelyben 3 kitüntetés van. Akkor kezdjük ezzel, hogy ezen egy nagyon szép szent korona van, és... Ez a Honismereti Szövetség honismereti munkáért emlékérme, amit, ha jól emlékszem, 2004-ben kaptam. Gratulálok érte. Ez aranyszínű, és valóban aranyból van? Nem, sajnos nem. A Honismereti Szövetség egy civil szervezet. Ezt a Kárpát-medencében évente 3 embernek adja ki a Honismereti Szövetség, ez a Bél Mátyás díj, és ha jól emlékszem, 2010-ben adományozták nekem. Bél Mátyás a nagy krónikaíró. Történész berkekben ismert a neve, történész berkeken kívül már kevésbé, főleg azért, mert ugye minden munkáját latinul írta, és nagyon nehezen halad a fordítása. Ezzel a két kedves történész vendégem mai története, ez a mai beszélgetés véget ér. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek.
Szőlősi Mariannak és Gábriel Tibornak, hogy itt voltatok a Párosan Szépben, és nagyon remélem, hogy szívesen vették a mai vendégeink vendégeskedését a kedves nézők is. Ennyi volt már a Párosan Szép, megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!